Jaj, anya, segítség! Eltört a lábam! De hát, hogy történt ez, kisfiam? Haló, mentők! A kisfiamnak eltört a lába, meg nekem a kezém kicsit furcsák, de egyébként semmi gond nincsen velem, csak... A fő dolgom, a mentés! Nino, 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 Nino! Á, lábam annyira fáj! Nézd csak, ott jönnek a mentők! Jövünk már, nyugi! Oké, jövünk már! Még az idén odaérünk! 2000 years later. Mondtam, hogy visszatérünk! Figyeld, én miért tudok? Nagyon menő lesz. Én nagyon rég íjaszkodtam, de talán tudok valamit. Várja, felszedem minden az íjat. Oké. Hol van? Várja, megkeresem. Itt van. Na figyeljé. Na ilyet lőjél. Oké. Hát ez nagyon nem talált, már megbocsás. Hát én szerintem elmegyek, tudod, ez már nekem kicsit... Jézus Mária! Jól vagy? Nem én voltam. Itt sincsen, nem hiszem el, itt nem, itt sincs. Talán itt van, nem, itt a fákja, nem, hol lehet vajon, nem, itt sincs a sarokban, nem. Nem, ezt nem hiszem el, nem már, ne. Áááá! Nem, ezt nem hiszem el. Nem. Hello? Jó napot, itt van bent a telefonom, mert áááá! Nem, itt sincs. Nem, itt sincs. Nem tudom, hol le... Hello? Mondta, mit keresel ennyire? Hát tudod, elvesztettem a telefont, és azon van a... Aréna 10-es Clash Royale-om is. Azt megértem. Hallod? Igen, tudom, hol van. Úristen! Utoljára ide lent láttam. Köszönöm szépen. Oda lent? Hello? Jó van, akkor ide leugrok. Hát nem is... Mindenki itt van! Most megváltoztatom a véleményeteket a háborúról. Föl vitézek a csatára, a szent szabadság oltalmára. Édes hazánkért hősi vérünk, ontjuk, hullatjuk, nagy bátran míg élünk. Indulj utánam, robogó had. Miután Józsi elvette a... Anya, mi volt ez? Hát semmi, csak egy ilyen apró földrengés. Nincs mitől tarta. Megmentelek, kisfiam! Hú, de jó, hogy itt maradtam a földön. Legalább most nézhetem, hogy a óriás kígyó mindent megesz. Elokorra. Vigyázz, kisfiam! Hú, nyom! Valamiért olyan rosszul érzem magam. Szerintem most hazamegyek és letolok pár Clash Royale meccset. És ameddig... No. Szóval én remélem, hogy nektek nagyon tetszett ez a videó, de ha nem nagyon, akkor kicsit. Nekem mindegy, dolgoztam rajta egy keveset már ezen a napon másodjára. Úgyhogy arra gondoltam így elköszönésképpen, hát... Kis Csészével búcsúznék, amit szerintem senki se ismer, de mindegy. Szóval Kis Csészét minden napra. Sziasztok!